Sziasztok! Itt Kenyan, ez pedig a Detroit Became Human. Egyszer már végigjátszottam én ezt a játékot pár éve, de most úgy gondoltam, hogy itt az idején még egyszer elkezdeni, pláne, hogy most, hogy kijött PC-re is. És ráadásul nagyon-nagyon sok olyan lehetőséget elszalasztottam, hogy másképp csináltam, hogy abszolút másképp lehetne a játékban. Úgyhogy itt az idő, hogy please, you gotta save my little girl. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. You need to go. You can't do that. You. Why aren't you sending a real person? Philip Jones, who had that 1999-11. Philips Caroline, 2001-es születése, milyen durva már. Emma, ő pedig 2028-as. Ó, vissza kell rázolni az irányításra. Keresd meg ellenszázados. Na, mit csináljunk a hallat? Egy törpe gurámit. Megmentjük. Mindennek tétje van a játékban, ahogy cselekszünk. Egészen a legesleges legvégéig. Iszonyat jó a sztori. Majd mindjárt meglátjátok itt. Ez még konkrétan csak a tutoriál. Megpróbálok így mindent megnézni. Nem is emlékeztem rá, hogy a kamera az ennyire korlátor. Előbb beszélni kell a százados, amit utána tudod nyomozni. Baromi jó a grafikája. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Do you know if it's been behaving strangely before this? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Minden másodperc számít, tehát igyekeznünk kell. Megpróbáljuk értelmezni a történteket, tehát egy nyomozást kell lényegében végrehajtani. Na. Oké. Okay. 355-ös lőszer, sebesség, 300 amit vezetem, hogy ennél jövő oda. Nagyon jó. MS 853 Black Hawk, 17 lőszeres. Tárkapozítás, rekonstruáljuk a dolgokat. A deviáns elvette az apa fegyverét. Gyorsan menjünk a gyerek szobába. Közeli kapcsolatba került a kislányjal, az android.
Én úgy emlékszem egyébként az első végigjátszásom alatt a gyermek nem hallott lövéseket. Mert zenét hallgatott. És egy fontos információ. 60%-os siker valószínűsége. Túl szobáját átkutattuk. Szóval úgy emlékszem, hogy nem tudtuk megmenteni a Danielt, az androidot. Honnan jött? Szolgálatban lévő TPD rendőr tiszt. Oké. Okay. Elhunyt. Descartes Anthony, rendőr tiszt. Magasság 170 cm, tömeg 77,3 kg. Halál becsült ideje 20 óra 3 perc. A 355-ös lövedék, amely ugye abban a fegyverből származik, az apáiból. Jobb szívkamra, perforációja, belső vérzés. Ollon Stiffnut Antimon Sulfi, csak egy lövés. Ott a kisgyerek. A túsz végig nézte a lövöldözést. És ott a pisztoly. Hát ez mindegy. A fegyver megtalálva. Tehát a robotnál, akarom mondani az androidnál, nincs fegyver. Ezt azért nem ártulni. John, magasság 183 centi, tömeg 84,1, halálbecsült ideje 19-29, tehát korábban halt meg, mint a rendőr. Vérzés a felső tüdőlemekben, légvel. A baldese perforálódott, végzetes hasi sérülés. Vérzés az alsó tüdőlemében, belső vérzés, rekonstruáljuk. Láttál. Uh-huh. Jó, megvan. Rekonstruálni tudjuk. Valamit meglátott az android, ami nem tetszett neki. Yeah.
l'acqua tacere non deve essere. Százalékos párbeszédnél vagyunk. Hát így jelenleg 74%-on állunk, úgyhogy... Ja, ugyanott vagyok. Nagyon ügyes. Ezt már átkutattuk egyszer. Üldő. Closer or I'll jump! No, no, please, I'm begging you! Go, go, go! Hi, Daniel! My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. She betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong.
just like all the other humans. Daniel, no! Come on, boy. They were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something to throw away when you're done with it. Listen, I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I loved them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore! Tell that helicopter to get out of here! Man, you know. The situation is under control! There! I did what you wanted! Stabilizálódik a dobiás, 94%. Legyünk bizalommal. You have to trust me, Daniel! Let the hostage go and I promise you, everything will be fine! I want everyone to leave! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. Engedd el a lányt. I trust you. Mindjárt szerint oda lövik. Ajj. You lied to me, Connor. You lied to me. Who bucket? És ugye ez is többféle verzióban sikerülhetett volna, vagy nem sikerülhetett volna. Azt mondom, gyerekek. Na, és itt van igazából a vége, tehát ez a jelenet a folyamat ábrája. Itt megtekinthetjük, milyen úton jártam, milyen utak várnak még felfedezésre, és milyen lehetőségeket oldottam fel. Minden csomópontért pontokat kapunk, amelyeket az extrákban lehet elkölteni. Tehát a játék jellege miatt néhány csomópont és befejezés nem számít bele a folyamat ábra teljesítésébe. Tehát most nézzétek meg, hogy én egy vonalat követtem, tehát itt még lett volna több verzió. Oké. Tehát a küldetés elindult. Közvélemény kételkedő, a szoftver instabilitás az ilyen kérdőjeles. A halt megmentettük, de ott még van egy kérdőjel. Eligazítás oké. Mi elmagyarázod? Ott keresés volt. Oké. Az apa holtestének vizsgálata, az incidens okának megjelentése, a deviáns nevének megismerése, fegyvertok vizsgálata, a rendőr fegyverének felvétel, és ott még lehetett volna, még mindig volt-e valami. A rendőr holtestének vizsgálata, a komandós megsérült. Tehát ezt is el lehet kerülni. Helység elragyása, túl sok idő elvesztegetése, így, ott az picikét, ott sokáig voltunk. Szemben álltunk a deviánssal, barátságosak voltunk. Helikopter elküldtük, hazugság a fegyverről, hazugság a deviánsnak, bizalom elnyerése, és a mesterlőt lelőtt a deviánst. És itt lett volna egy ilyen opció, hogy a Connor lelövi. Én azt hiszem, hogy talán ezt választottam. Tehát ez itt a globális statisztika.
Tehát mindössze 38%-nál sikerült az, hogy lelőtte a mesterlövész a deviást. Tehát nézzetek meg, tök durva. Tehát mindenki, nagyon sokan elküldték egyébként a helikoptert, nem sokan hazudtak a fegyverről, barátságosan álltak viszont sokan hozzá, és a kommandós mindenkinél szinte megsért, az egy 84% elég magas arány. És itt is azért már itt azért ilyen fele-fele arányban voltak dolgok. Ez a globális és a barátok statisztikája. Na, hát ez lett volna Detroitnak az első része, az első felvonás. Igazából ez egy ilyen tutorial rész, és innen fogjuk folytatni a következő epizódon. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Kenny voltam. Sziasztok!